Hallod, ez a film olyan Guy Ritchie-nek, mint a vicces fejbúbok Johnny Deppnek. You may kill me, but you may never insult me. Egykor olyan tökéletes párost alkottak, hogy most már nem tudnak tovább lépni egymás nélkül. A film koncepciója gyakorlatilag egy alternatív univerzum, ahol a bosszúállók rászoktak az olcsó kokainra, és szupererők helyett szuper akcentussal küzdenek a világ problémái ellen. Eszméletlen sok izgalmas és látszólag egymástól teljesen távol álló karaktert ismertünk meg, a brit alvilág változatos szegleteiből, egy csillogó izé azonban összehozza őket egy csűrt és csavart, de mégis eszméletlen sebességgel robogó, izgalmas és humoros történetbe. Több szálon fut, mint egy maximalista kötéltáncos, de mégis finom koherenciával vannak összecsomózva a szálak. Egy igazi kultfilm, amit okkal idéznek az egyetemista srácok akkora vehemenciával, mint a pornoszkára betévet lelkipásztor a Bibliát. Szegény Richie Rich legnagyobb problémája is ez, annyira egyé vált az image ezzel a filmmel, hogy sose szabadult tőle igazán. Ő lett az angol alvilág szárnyas hírnöke, és így minden más, amit a klasszikus megalkotása után mívelt, vagy ezt a stílust, világot és így sikert próbálta rekreálni, vagy csak nem sikerült. A közönség és a kritikus közösség is minden munkáját a mai napig két füstögő blöffhöz méri. Revolver? Miért van a töröknek haja? És amúgy is ez egy kicsit olyan, mint a bluff, de nem a bluff. Spieler? Hát ez olyan, mint egy jól polírozott bluff, de a bluff nem polírozott, szóval dugd fel a tervezett trilógiát a Madonna korszak. Igen, igen, ezzel is bizonyítható az a régi és igaz közmondás, hogy minden sikeres rendező mögött áll egy nő. Aki rohadtul nem Madonna. Sherlock Holmes filmek? Tény, hogy Robert Downey úgy is szeretek, úgy ahogy vagyok, Junior benne van, de korunk többi Sherlock verzióitól jóval elmarad. Na most mondjátok, hogy ez a kép nem minden tini lány tökéletes vágyáma. És a többi unzofort, de nem szabad elfelejteni, hogy Guy Ritchie nem egy rossz filmkészítő, és a post-bluff filmjei sem mind rosszak, de valahogy a londoni underground formuláját hátrahagyva nem igazán tudja, miből kéne táplálkoznia. Viszont én ezt teljesen megértem. A ravasz az agy és a két füstölgő bluff nem hiába ilyen élvezetesen több tonnás vasgolyó láncon. Úgyhogy nézd meg, ha akarod tudni, miből lesz a tökéletes kultfilm, és ne nézd meg, ha meg akarod tartani a meglepetés varázsát, a bluff 3D-re. Well, to all of my niggas who don't care, flows like a bunch of young black millionaires, making you run, me and my dad stacking my ones, flows a little, invest up in a mutual fund, flowing the horn, a sense of every day of his mom.